A csúszdákból a medencébe csobbannak a szekszárdi fürdőzők, a strandot még a napokban is sokan látogatják. A szezonnak azonban hamarosan vége lesz. Még nagyon jót időt mond az időjárás jelentés, és ez az utolsó hétvége, amit azt gondolom ki kellene használni mindenkinek, hiszen vasárnap este 8 órakor, elsőjén este 8 órakor bezárjuk a fürdőkapuit, következő szezonban szintén várjuk szeretettel majd a vendégeinket. Az idei évben hatalmas létszámmal jelentek meg, nagyon sokan voltak vidékről és nagy számban Szekszárdról is. Elég színes programmal tudtuk várni a vendégeket, reméljük jövőre hasonlóképpen tudunk találkozni velük. Aki úszni szeretne, annak ősszel is lesz erre lehetősége. Szeptember 9-én pedig a Pécsi Tudományi Egyetem úszodájában, a Mátyás Király utcában várjuk a mozogni vágyókat, az úszni vágyókat. Délelőttönként az iskolák úszásoktatása, illetve napközben a sportolók edzése zajlik, de az elmúlt évekhez hasonlóan megmaradtak azok az időpontok a vendégeink számára, amik eddig is. Sokan most is családjaikkal jöttek el fürdeni. Tökéletes, nagyon jó, a lehető legjobb a környékben. Nagyon jól érezzük magunkat. Holnap is jövünk. Nagyon jól érezzük magunkat, mi gyakran járunk ide. És hát a gyerekeknek ez egy első osztályú, csak még kint friss a levegő, ugye? Érdemes tehát még a hétvégén kihasználni a jó időt, szombaton és vasárnap a hőmérséklet várhatóan a 35 fokot is megközelítheti.